Sziasztok, én Horváth András vagyok, és éppen rengeteg időm van egy töltőállomásnál, úgyhogy gondoltam, hogy csinálok egy epizódot az elektromos autózás árnyoldaláról. Ez igazából most egy elég nagy árnyoldal. Őszintén szólva még sosem szívtam ekkorát elektromos autóval, pedig 2017 óta használok mindenféle Teslákat, Mercedeseket, BMW-ket, kisebb autókat, nagyobb autókat, és tettem már meg sok 500, 600, 700, 800, 1000 kilométeres utat mindenféle elektromos autóval gond nélkül, hiszen pont erről szoktak szólni a videóim, hogy mennyire simán lehet közlekedni akár hosszú távra is elektromos autókkal, annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy ez hülyeség, és hogy nem lehet, mert hogy mi van, hogyha sokan vannak a töltőnél, és várni kell, és most pont ez történik. Eddig sosem történt ez meg velem, csak videókon láttam Amerikából például, hogy hálaadáskor meg karácsonykor egyszerűen sorok állnak a Tesla Superchargerekhez, meg mindenféle töltőhöz, és hogy most belefutottam egy ilyenbe Horvátországban. Mondom a sztorit röviden. Dragéból indultunk, Drazsénak mondtuk Gábor barátomékkal. Dragéból indultunk a nyaraló helyünkről hazafelé, és Zadarban kiraktam őket, csak ettünk egy reggelit ott, és 12-kor indultam tovább Zadarból, és arra gondoltam, hogy megnézem a Zadar melletti töltőt, ahol van egy Supercharger töltő, azt hiszem 6 vagy 8 állással, és van mellette 4 darab INT töltő is, ahol töltöttünk is már mióta kim voltunk nyaralni, itt autókáztunk a környéken. Mindegy, gondoltam, hogy ott megnézem, és akkor 50%-on van az autó, de hogyha feltöltöm mondjuk 80-90-re, akkor akár Sormásig el fogok jutni, és Sormáson meg biztos, hogy lesz szabad töltő, hiszen azért gondoltam, hogy láttunk mostanában ilyet, hogy tele vannak a Supercharger töltők, idefele is éppen, hogy tudtunk tölteni, és a szombati videóban benne is volt, hogy hát lassan tudtunk tölteni, és csak amikor elmentek páran, akkor tudtunk gyorsabban tölteni, mert ez ugye egy 110 kW-os töltő a Superchargerek közül, nem pedig V3-as, ami 250 kW-ot is tud, és hogyha többen töltenek, akkor leflezzi, tehát ugye Teslának vannak lassabb töltő, ezek a V2-esek, és van már a V3-as, ami a gyorsabb, amik tudnak 250 kW-ot, a régiek csak 110-et tudnak. És ha mindegyik töltőn áll valaki, akkor nem 110-zel töltenek, hanem lefelezi, és hogyha mindenki mondjuk nullával ér ide, akkor mindegyik töltő csak 50-nel, 55 kW-tal fogja tudni tölteni az autókat, de a valóságban ez úgy néz ki, hogy a Tesla szabályozza a töltőit, és hogyha mondjuk valaki itt van nullával, és én mellé állok, egyszer állunk be mondjuk, és én mellé állok mondjuk 70-nel, akkor a 0%-os autónak sokkal többet fog adni teljesítmény, mint mondjuk nekem. Tehát szétosztja szépen a töltési teljesítményt, és akinek kevés töltöttsége van, annak sok töltést ad, sok teljesítményt ad, tehát sok kilovattot, akinek meg már jobban fel van töltve az autó, akkor meg elveszi a teljesítményt, de alapvetően az egy nagyon nagy szívás, hogy 110-es töltők vannak, mert ezeket a 70-100 kilovattórás akkumulátorokat feltölteni, számoljátok ki 50 kilovattal, egy 100-as aksut nulláról 100-ra tölteni, ez 2 óra. Nyilván nem kell 100-ra tölteni, mert elég lesz nekem ilyen, hát 70 környékére, hogy majd elérjem Sormást, és most 5%-on vagyok, de ez, hogyha 50 kilovattal tudom tölteni, akkor ez több, mint 1 órás töltést vesz igénybe, és hát ez nyilván másokra is igaz. Ezért állnak ilyen rohadt sokan előttem, mert nem elég a töltő, és nem elég a teljesítmény. Ezt el is mondtuk abban a videóban. Szóval gondoltam, hogy ott majd töltök vagy a Supercharger-en, vagy INT-n Zágrábnál. Supercharger-ek full tele voltak, tehát hogy 6 autó várt, azt hiszem, és mondtam, hogy hát ezt nem fogom kivárni. Átpillantottam az INT töltőkhöz, és ott az egyik INT töltő az teljesen szabad volt, úgyhogy oda szépen betolattam, és egy kicsit gyanús volt, hogy állott még 2 elektromos autó így a töltők mellett, és hogy így miért nem töltenek, vagy már végeztek, és van biztos csak megisznak egy kávét, vagy kajálnak, és aztán mennek tovább. Szóval szépen betolattam, rádugtam a töltőt, megnyomtam a start gombot, és nem történt semmi. Tehát, hogy így ez INT töltőkön egyébként elég gyakori, hogy van mondjuk 4 oszlop, és abból 1 vagy 2 nem működik, de mivel az INT töltőkön nem szokott sorálni, ezért ez nem okoz problémát, átáll az ember egy másikhoz, elindítom, és akkor feltölt. Sajnos az INT töltők azok nem annyira megbízhatóak, mint például a Tesla Supercharger hálózata, bár Karlovacban éppen javítják, úgyhogy a Karlovac is kiesett volna, tehát ezt is megnéztem induláskor, hogy ott valami javítás van, és akkor nem ott kell tölteni, vagy Zadarban, vagy itt Otocsöcsben, és akkor a következő töltés az pedig Sormás. Szóval nem indult el az INT töltő, és akkor úgy döntöttem, hogy oké, kockáztatok, a
trip computer azt mondta a Teslában, hogy 2%-kal el fogom érni ezt a töltőszigetet, és egyébként 4%-kal el is értem, gond nélkül. Tehát, hogy volt dugó is, egy 10 km-es dugót beszívtam, ott élből egy 40 perc elment az életemből egy ilyen 1-2-3-4-5-10 km/h araszolással, tehát az már eleve nem volt jó, de ugye, hogyha lassan megyünk, akkor nem merül az autó. Tehát a klíma az mondjuk fogyaszt 1 kWh-t vagy felett, viszont hogyha 130-al jövünk, akkor fogyasztunk 24-et magával a haladása. Hogyha dugóba jövünk mondjuk csak 40-50-nel, akkor meg fogyasztunk 10 kWh-t. Tehát ha dugóba jövünk, akkor messzebbre jutunk nyilván, de hát nem akarunk dugóba jönni, mert az természetesen lassabb haladást tesz lehetővé. Szóval gond nélkül ideértem 4%-kal, és már amikor jöttem az autópályára, akkor láttam a kígyózó sort, ami kilóg, hát konkrétan a benzinkúton kívül, és mióta itt beszélek, azóta még 5 Tesla csatlakozott ez a sorhoz, és itt vagyok egy órája, és hát egy olyan 7 autónyit haladtam, és még vannak előttem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-en. Úgyhogy akárhogy számolom, még legalább egy órát itt fog állni, plusz ugye a töltés az lesz, vagy hát most 400-on vagyok, és mondjuk 50 kW-tal fog tölteni, ugye felezett töltéssel, hogy talán az elején kicsit gyorsabban. Szóval hát egy jó 3 órán fog rámenni erre a töltésre. Most itt satsz per kávé, majd beírom ide most a videóba, hogy valójában mennyi volt, mert lefotóztam a kijelzőt, amikor ideértem, hogy mikor értem ide. Úgyhogy ez megvan, és pontosan tudni fogom. Hát már látom a töltőket, az egész jó. Sőt, már mindjárt ti is látjátok, ott lesznek. Az van, hogy olyan, mintha Európa összes Teslája itt lenne, pedig nem. Egész egyszerűen csak annyi történik éppen, hogy például Sormáson most néztem, ott 12 állásból 4 elérhető, tehát abszolút nincsen dugó, mert hogy ott 250 kW-os V3-os töltői vannak a Teslának, és ezért ott nagyon gyorsan tudnak tölteni az autók, nyilván ott is van átmenő forgalom, de ide csúcsosodik ki. Tehát itt van például német Tesla, van horvát, van magyar Tesla előttem kettővel, láttunk norvég Teslát, mindenféle Teslák vannak, majd levágóképezem, és akkor láthatjátok a rendszámokon a jelöléseket. Tehát az van, hogy ide jön mindenki, minden irányból. Németországból, Belgiumból, Hollandiából jönnek a tengerre nyaralni, és Horvátországban viszont nincsen sok Tesla Supercharger, hiszen ez Kelet-Európa, és a Tesla inkább Nyugat-Európában pakolgatja töltőit nagyobb számba, mint mondjuk Kelet-Európában, tehát Magyarországon is még Pécsen például nincsen töltő, és hát ez jól látszik, hogy Horvátországban pedig rohadtul kéne töltő, nem csak Supercharger természetesen, hanem Ignity töltők is. Tehát itt, ha most lenne mellettünk Ignity, akkor biztos, hogy odaállnék be, és hiába ez egy free supercharger-es, ingyen tölthető Model X, hiszen nagyon sokba került, hogy adják hozzá az ingyenes töltést, 62 millió forint az autó. Szóval inkább fizetnék az Ignityn azért, hogy ne kelljen órákat várni, és egyébként csináltunk is ilyet, mióta kint vagyunk Horvátországban. Az egyik nap eljöttünk Zágrábba kajálgatni, vásárogatni, meg így körbenézni a környéken, és kellett töltsünk, és ott is tele volt a supercharger, az Ignityn volt 2 szabad hely, odaálltam, nem tudom, 6 vagy 7 ezer forintért töltöttem, mert hogy inkább megéri, mint az, hogy várni sokat, és egyébként itt is a legtöbb Teslának fizetős a töltése. Tehát itt ki is írja, hogy mennyibe kerül a töltés. Mi éjféltől reggel 8-ig 0 euró 1 kWh, este 10-ig 42 eurócent per kWh, hát az kb. Annyi, mint nálunk. És az üres járati díj, az pedig, hogy a rajta felejti valaki a töltőt, az 1 euró per perc. Ezzel motiválja Tesla azokat, akik így hát ott hagynák az autójukat egész napra, hogy ne tedd barátom, mert akkor 1 eurót fogsz fizetni percenként, ami 60 euró azért egy órára, az a teszlásoknak is nyilván kidobott pénznek számít. De mindegy is, tehát hogy fizetnék bármennyit, csak mehessek tovább. Tehát ez a ingyenes töltés egyébként ez sosem volt jó sehol. Tehát Magyarországon is, amikor Fóton például, meg Szigetszentmiklóson, meg az összes töltőnél ingyen volt a töltés, mert hogy a Teslának nem volt szerződése a nem tudom, szolgáltatóval, mert nem akarták a rendszerüket átállítani, szóval ingyen volt a Supercharger töltés, addig rendszeresen sorok álltak, és hát akkor a teszlások mindig írták, hogy de hát igen, mert ennyi átmenő forgalom, meg ízé, mindenki tud otthon tölteni, és hogy nem az ingyen töltik érának sorba, de mert hogy azóta így, hát mint hogyha kiciánozták volna a Fóti Supercharger-t, és hogy sosincsen sor igazából, hogyha ingyen adnak valamit, azért sorok állnak, ez ilyen egyszerű. Itt egész egyszerűen azért állnak sorok, mert mindenki jön nyaralni a tengerre, vagy éppen mondjuk menne haza, mint én, hogy itt voltam nyaralni, és mennék haza, és
oké, hogy szombat van, de hogy hétközben is igazából látunk ilyet. Nem ekkora dugót, most nyilván szombat az rátesz egy lapáttal, és akkor most biztos beírjátok, hogy miért szombaton jövök, az hülyeség. Igen, tudom, hogy hülyeség szombaton hazajönni. Idefele is csütörtökön jöttünk, és nem voltak dugók, meg semmi nem volt, most meg persze van. De hogy az van, hogy a Gáboréknak Zadarból repülő, a szombaton ment vissza, és dolgozniuk kell, és hogy vasárnap nem ment, és vasárnap is ugyanilyen dugók lettek volna. Szóval nekem is van jelenésem mindenféle rendezvényeken hétfőtől, meg ezt az autót is vissza kell adjam. Szóval egyszerűen így tudtuk megoldani, nem lehetett más csinálni, és szombaton kell visszamenni, és most ez van. És nagyon nem örülök neki, nyilván nem fog belehalni, meg nem mondom azt, hogy az elektromos autózás emiatt szar, de azt gondolom, hogy fontos tisztában lenni vele, hogy ahogy a benzinkúton is előfordulhat, például idefele jött, láttam a kúton, hogy hát legalább fél órát álltak sorba, mert olyan dugó volt, mint az állat, tehát tényleg az Ina kutakon, ott nem is tudom, végtelen, ott is kinna az autópályáig értek ki az autók, azt sajnos nem videóztam le, mert nem számítottam rá, hogy majd itt is ez lesz, nem akartam ezt a videót megcsinálni, csak most gondoltam, hogy van rá idő, és hogy tényleg ne csak mindig a szépről és jóról ejtsünk szót, bár tök őszintén nekem eddig tényleg nem volt gondom. Bárhova mentünk, én mindig azt mutattam nektek, ami a valóság volt, és lehet, hogy eddig csak szerencsém volt, bár azért elég sok utat megtettem, és most először nem volt szerencsém, de minden esetre most ezt is láthatjátok, és hát, hogy hát ez a helyzet most. Na, közben a Sony kamera is túlmelegedett, pedig azt mondták, hogy ez bírja meleget, de hát 30 fokban nyilván nem olyan egyszerű, meg tűz rá nap. Úgyhogy el is köszönök, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot, meg dobtok egy lájkot és feliratkoztok a csatornámra. Hát látjátok, én próbálom megmutatni nektek az elektromos autózás minden csinyát, binyát, az előnyét, hátrányát, ez most épp a hátránya. Úgyhogy mire ezt nézitek, nyilván már hazaértem, mert azért ez nem fog örökké tartani, de hát most nem örülök. De hát ez van. Nagyon köszi a Tiszta Energiátnak, Reghozzi Értenek, Superszokonnak, Smart Disconnak, Skyfall autóforjázásnak és a QNC víztisztítóknak. Ez volt a Várakozás a töltésre című epizód. Vagy nem tudom még mi lesz a címe, majd kitalálok. Lesz most rá időm, úgy érzem. Mindenre is lesz időm. Szerintem meg is tudom vágni. Előveszem a laptopot és megvágom ezt a videót. Tessék, tudom hasznos munkával tölteni a várakozást, igazából ez nem is rossz, hanem hasznos. Tessék, nyugodtan tudok videót vágni, és majd nem otthon kell. Hát gyenge magyarázat, de megpróbáltam. Sziasztok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Már csak heten várnak előttem. Csak heten, mint a gonoszok. Fehér, fekete, fehér, fehér, fekete, fehér, fehér. Fekete. Fehér. Fehér. Rengeteg minden mókával el lehet ütni az időt egy ilyen supercharger-nél. Mint az idióta. Magamban beszélek, az emberek meg így néznek.